Kész tárgyalni az MSZP ajánlatáról az Együtt 2014. A bajnai féle mozgalom azonban más fontossági sorrendet képzel el, mint a szocialisták. Míg az MSZP először a közös programról, majd a kampányról, végül a jelöltekről egyeztetne, addig bajnaiék szerint először arról kellene dűlőre jutni, hogy milyen elvi, erkölcsi alapok mentén tudnának együttműködni. Bár az MSZP hivatalosan nem az Együtt 2014-nek, hanem a mozgalmat alapító szervezeteknek ajánlott együttműködést, a választ az Együtt 2014-től kapta. Október 23-án bontott zászlót az Együtt 2014 mozgalom. Bajnai Gordon akkor jelentette be, hogy visszatér a politikába, és az általa vezetett Haza és Haladás Egyesület összefogott a Millával és a Szolidaritás mozgalommal. Három nappal később a három szervezet vezetője már alá is írta az erről szóló együttműködési megállapodást. Elsőként az LMP-nek. A mozgalom november közepén csatlakozási tárgyalásokat kezdeményezett az LMP-vel. Olyan kormányban nem kívánunk részt venni, amelyet Magyarország valamelyik volt miniszterelnöke vezet. A párt viharos kongresszuson döntött, hogy nem kíván belépni az ellenzéki szövetségbe. Az MSZP a múlt héten ajánlott együttműködést az Együtt 2014 alapító szervezeteinek, valamint a többi között az LMP-nek, a DK-nak és a 4K-nak. A szocialisták azt javasolták, hogy kezdjék a tárgyalásokat a programmal, folytassák a regisztrációs kampánnyal, és legvégül foglalkozzanak a jelölt és listaállítással. Az Együtt 2014 ma válaszolt, azonban először a korszakváltás elvi, erkölcsi alapelveiben szeretne közös nevezőre jutni. Ezt követően dolgoznák ki a közös elvekben egyetértő szervezetekkel a jogállam újjáépítésének programját. Csak ezt követően tárgyalna a választási szövetségről, és csupán utoljára a szakpolitikai programokról.